Hát ugye a parlamentben is téma volt, ugye tegnap az olimpia, és ennek egy nagyon érdekes pillanatot, egy érdekes momentumot, politikai momentumot köszönhetünk, hogy Orbán Viktor és Vona Gábor ismét össze szócsapott. Orbán Viktor a következőt mondta Vona Gábornak: nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni. Ezt arra reagálta, hogy a Jobbik elnök egyébként tényleg elég szerencsétlenül fogalmazva azt mondta, hogy a miniszterelnök az olimpiai történetben Tallós István főpolgármester szoknyája mögé bújik. Na most, Robi, te erről írtál egy keményet, azt szerintem abból nagyjából egy szót sem tudunk átvenni így a televíziós műsorba, de azért biztos valamit tudsz mondani. Ami történt, az az, hogy Orbán Viktor lebuziszta Vona Gábort. Tehát egy miniszterelnök. Leszodomitázta, és akkor bemaradhat a műsorban. Egy miniszterelnök. Magyarország miniszterelnöke a parlamentben az ellenzék vezetőjének a szexuális identitásával érvel. Ez egy érv vonával kapcsolatban. És miért működik ez az érv vonával kapcsolatban? Azért, mert Vona Gábor évtizedes viszonylatban buzizott. Igen. Ezért működik ez az érv vonával kapcsolatban. Hát a fagyi visszanyalt. Vona megeheti, amit főzött. Most így is lehet fogalmazni, de ez nem változtat azon a tényen, hogy hallatlanul méltatlan Magyarország miniszterelnökéhez ez a magatartás. És hogyha Habony Árpád ezt a vonabuzizását valahogyan kitalálta és kidolgozta, az biztos, hogy nem úgy, hogy ezt a miniszterelnök végezze. Ehhez a szennyes munkához vannak a Fideszben kifejezetten értő és kifejezetten erre a célra tartott figurák. Nem a miniszterelnöknek a dolga. Úgy nézem, hogy a miniszterelnök itt most túllépett azon a kottán, vagy átlépte azt a kottát, amit kapott a tanácsadóitól. Ezt úgy gondolom, hogy ezt nem lett volna szabad, de ennél van egy az én számomra botrányosabb kijelentése Orbán Viktornak. Amikor Vonát azzal vádolja, hogy elrabolta a Jobbiknak a lelkét, és miért? Mert a Jobbikot egy EU-szkeptikus pártból egy EU-párti, egy bevándorlás ellenes pártból egy bevándorlás párti, és itt jön a lényeg, egy antiszemita pártból egy filoszemita pártá formálja. Tehát amikor a Magyarország miniszterelnökének kommentálnia kell azt, hogy a Jobbik már nem antiszemita, akkor ezt ő sérelmezi, akkor ezt ő rájuk olvassa. Hogyha a Magyarország miniszterelnökének lehet reakciója azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik már nem antiszemita, akkor ha szabad kérnem, ezt üdvözölje. És ne pedig ezt fölrója a Jobbiknak. Tehát Orbán Viktor két nap alatt olyan kijelentéseket tett, és olyan kedélyeket borzolt, amiket korábban 7 év alatt nem tett meg. Én nem tudom, hogy mi van Habony Árpáddal, elutazott, vagy lerokkant, vagy berekedt, és nem tud tanácsot adni, de minden esetre ez a kotta, ez itt most félre lett söpört.